Aha, jó. És egy tiszta fejelsz. Értesen. Ő most azért nem jött oda hozzám, mert ő a harmadik nőstény a falkában, és most úgy érezte, hogy jobb nem ide jönni, mert érzi a dominanciát az alfa nőstényen. Az alfa nőstény itt jön mögöttem, rám igazából itt a kifutóban az alfa nőstény lehet egyedül veszélyes, és az alfa hím. Tehát ugyanúgy érvényes, amit mondtam, hogy támadni mindig csak a vezérnek szabad. És hát nekünk itt az a szerepünk, hogy az állathoz hozzáérve valahol a falka pozícióját erősítjük. Tehát simogatom a hasát, ez egy bizalmi pozíció, erősítem a falka pozícióját. Sajnos most a kicsi nem jön ide, de gyakorlatilag ez ugyanúgy néz neki, hogy én simogatom egy darabig,